Sziasztok, Rikári vloggal jelentkezem Egerből, és egy kicsit már kezd rám sötétedni, úgyhogy fél homályban azért felveszem ezeket a dolgokat, mert ezt az első naptól kezdve meg szerettem volna nektek mutatni. Itt Eger belvárosában néhány háztömb úgy van megépítve és kiépítve, hogy teljesen átjárható, és a tömbbelsők, az belső udvarok átjárhatóak, és itt igen szép műemléképületek is találhatók ezek között, úgyhogy nagyon impozáns terek alakulnak ki adott esetben, és ezt a négy tömbbelsőt szeretném nektek megmutatni. Hát az első az itt a Jókai utcából nyílik az egyik oldalon, nézzétek meg, hogy milyen szép itt Egernek a történelmi belvárosa, ezekkel a kovácsolt vas lámpavasakkal, a cégérekkel, és így tovább, és így tovább. Ugye, nézzétek meg, hogy egy szép kis kapu, és akkor ezen most be is megyünk, mert szeretném még úgy felvenni, mielőtt teljesen ránk sötétedik, ez az első tömbbelső, ez a Fellner Jakab tömbbelső, ugye Fellner Jakab építész volt a 18. században, többek között, ott majd mindjárt kimegyünk, és ott lesz a Líceum, ugye Egernek a, hát ma az Eszterházy Károly Egyetemnek az épülete, és régen is ugye egyetemként szerették volna megépíteni, de aztán Mária Terézia nem adott engedélyt, hogy Magyarországon még egy egyetem legyen, és így Líceumként, tehát több tudományt oktattak benne, de nem kapta meg az egyetemi rangot. Hát ennek a, ez a kevésbé látványos, ez a Fellner tömbbelső, ugye itt viszonylag modern kivitelben vannak az épületek, itt a belső homlokzatok felújítva, de hangulatos kis fás, árnyas, ligetes ilyen kis belső udvar, majd mindjárt megyünk tovább, és akkor lesznek ilyen történelmi hangulatú, és tényleg különleges ilyen belső udvarok. Na, kihaladunk itt a Fellner Jakab utcára, aminek érdekessége, hogy úgy jött létre a 18. században, hogy amikor építették a Líceumot, akkor ide mellé ilyen kis házakat emeltek, ilyen kis munkás lakásokat idéglenesen, és amikor aztán végül is azok a lakások, ugye 20 évig épült a 1700-as évek végén a Líceum, és egyik építetője ugye Fellner Jakab itt az utcának, és a utcának, és az előbb mutatott udvarnak a névadója, ott fönn egyébként a csillagvizsgáló van, az is van ebben az épületben. Szóval 20 évig épült, és végül ezek a kis munkás lakások megmaradtak, és itt egy ilyen keskeny kis köz alakult ki. Aztán később lebontották ezeket a házakat, de egy egész utca alakult belőle. Most taxiállomás található, és régen egyébként, mielőtt a mai Egri buszállomás megépült volna, az Egri buszállomás is itt volt, a távolsági helyközi buszállomás. No hát menjünk a következőbe. Itt már most kezdődnek itt már a kirakatok, és a egyes utcai fényeket kezdenek fölkapcsolni. Megyünk a következő udvarba. Ez már egy fokkal hangulatosabb. De igazából elárulom, hogy a harmadik lesz a legjobb, szerintem. Legalábbis nekem azt tetszik a legjobban. Na, itt még kerékpárral is keresztül lehet közlekedni, de csak 10 órától 20 óráig, lehet, hogy ezt is bezárják éjszakára, azt mondjuk meg tudnám érteni, de nem, mert ezen nincs kapu, a másikra ki volt írva, hogy csak 20 óráig van nyitva. Na, ez pedig a Krakker udvar, és mindjárt itt a, megmondom őszintén, hogy nehezen jegyzem meg a neveket, ugye, de itt van egy szobra a névadónak, és ott rajta van a teljes neve. A Krakker János Lukács 1700-as években, tehát ő is a 18. században élt, 1700
19-től 79-ig, és ő festő művész volt, és például a Líceum 1-es freskóit ő festette, egyébként osztrák származású, és most azt hiszem, hogy nem tudom leblokkolni a villogást ebben az alkalmazásban, pedig ugye azért kezdtem el használni ezt az alkalmazást, hogy lehessen a villogást blokkolni, úgyhogy elfordítjuk inkább a kamerát, és benézünk ebbe a kis hangulatos kis udvarba. Hát ez is, itt is azért jellemzően modernebb kivitelűek a hátsó traktusai az épületeknek, de hangulatos kis épület, ugye arra is van egy kijárat, kis padok, körbe lehet ülni, és ez is ilyen árnyas, ligetes, fás, kellemes kis udvarka. Várjatok, lehet, hogy ezzel lehet le. Igen, lezártam, látjátok, most már nem villog, elnézést kérek az előbbi villogásért, majd időnként rányomkodok, hogy a fényváltozást le tudjam követni. Na, és akkor egy kicsit benézzünk ebbe az udvarba, ide előre is. Hát nézzétek meg, hogy milyen szép nagy fák vannak, ez talán egy platán lehet. Úgyhogy kellemes hely, nyáron jól el lehet itt időzni. Ez viszonylag ugye egy kevésbé történelmi jellegű. Ugye hát nyilván itt a funkcionalitást és a történelmi belvárost össze kell hangolni, és így oldották meg, hogy belső épületek átépültek, meg esetleg újak épültek, a külsőknél viszont, a külső homlokzatok viszont megmaradtak, meg a külső épületek megmaradtak az eredeti történelmi pompájukban. Itt közben figyelni kell a fókuszra is, mert ezek szerint a fókuszt is leblokkolja ez a fényblokkoló. Itt megint ki tudnánk menni a belváros felé, arra a dobótér felé, mondjuk ott nem a tér van még, de most oda nem megyünk ki, illetve dehogy nem, mert egy dolgot elfelejtettem, de nem tudom, hogy ez fog-e látszódni. Itt van egy ilyen kis szobrocska, talán valamilyen tornásznőt, vagy nem tudom, hogy mit ábrázol, ilyen modern szobor. Ez biztos tetszeni fog, mert ilyen cicis néni. Ugye talán tornász lehet, vagy nem tudom, mert nekem ebből a mozdulatból az ugrik be, de egyáltalán nem biztos. Mármint az a mozdulat, az a pillanat, amit megörökít a szobor, nekem ezt mondja, aztán lehet, hogy én tévedek. És akkor benézünk ide a kapuajba, de ez lehet, hogy sikertelen lesz ez a benézésünk, mert hogy ezt a plafont kellene itt megnézni. De sajnos nagyon kevés a fény, és nem tudjuk jól megnézni, úgyhogy lehet, hogy ide vissza fogok térni majd, ha Egerbe még egyszer eljövök, mert hogy itt ezen és a másikon, amin bejöttünk, azon is ilyen freskó található, de hát ezt ennél a fénynél sajnos nem tudjuk megnézni, úgyhogy tovább haladunk, és megnézzük a következő ilyen kis udvart is. Nézzétek, ez a kis házikó itt a modern háznak a végében megmaradt egy ilyen kis régi, ilyen csúcsíves ablakkal, meg ajtóval, ez nekem nagyon tetszett, vagy tetszik. Ilyen kis régi kis ház maradvány. Nem tudok itt stílusokat mondani, meg ilyeneket ehhez. Most megint leblokkoljuk. Hát egy kicsit bénázok, ne haragudjatok, mert hogy ez már itt a utolsó nap, és ezt mindenképpen szerettem volna fölvenni, de lehet, hogy ebből a videóból lesz ismétlés a következő egri látogatásomkor, ami még nem tudom, hogy mikor lesz. Akkor ez a igazán jó pofa kis ilyen középkorias, ilyen
kosztümös filmekben látunk ilyen belső udvarokat, ugye ezekkel a tornácos, boltíves erkélyekkel, ezek is nagyon tetszenek nekem. Majd még itt egyébként fogunk ilyeneket látni a továbbiakban is. És most már egyre inkább ki van a terület világítva. Nagyon kellemes kis terek ezek. Nekem legalábbis nagyon bejönnek. Most megpróbálok oda, ahol bejöttünk, újra bemenni, mert hát ha kivilágították egy kicsit a kapualjat, és igen, szerencsém van, itt talán meg tudjuk a freskót nézni, ugye a másik kapuhajban sajnos ez nem sikerült, bár lehet, hogy gondolom ott is van világítás, lehet, hogy azóta ott is felkapcsolták a lámpát, és hát itt egy kicsit csak az egyik világít, úgyhogy azt a felét tudjuk megnézni. Ugye itt fönt a szegélyek is, és a lámpa körül, nézzétek meg, hogy ilyen kis díszes, festett mennyezet van. Nem tudom, hogy ezt is Krakker csinálta-e, de ilyeneket minden esetre festett, ugye, mint mondtam, a líceum freskóit, vagy valamelyik freskóját ő festette. És akkor tovább haladunk. Szépen ebből az udvarból, ebből a hangulatos. Egyébként tök jó így a kék órán, látjátok, így az ég alja még kéklik, de már kicsit sötétedik, és felkapcsolták a villanyokat. Megnézem, hogy hát ha felkapcsolták ott a másik kapuajban is, pont rossz időpontban kezdtem el ezt a videót csinálni, lehet, hogy 10 percet várnom kellett volna, csak hát ugye megijedtem a sötétedéstől. Hát nem lettek sokkal jobbak a fényviszonyok, de egy picit látszanak a freskók. Egy kis felújítás ráférne, mert néhol le van málva vakolatos túl, de egyébként ez is nagyon jól néz ki. Hát reméljük, hogy mire legközelebb jövünk, addigra talán felújítják, és akkor meg tudjuk teljes pompájában is nézni. És majd eljövünk, ugye megpróbálunk világosban jönni, hogy ne járjunk így, mint most, de azért úgy nagyjából látszik. Szerintem jól néz ki. No, és akkor ott, ahol lepauzéztam az előző snittet, még egyszer azt a kis meseházat megnézzük. Onnan, ahol az előbb lepauzéztam, onnan folytatom. És akkor az előbb itt pauzéztuk le, és itt oldalt, ugye ezeknek több kapujuk ki és bejáratuk van ezeknek a tulajdonképpen átjáró házaknak, vagy hát úgy hívják őket, hogy tömbelső. Hát ez ki van világítva, most nem tudom, miért akar elmenni a fókusz. Ez itt ki van világítva, de pont ebben azt hiszem, hogy nincs freskó. Legfeljebb grafitik vannak, tegek, de ez ugye nem a legális graffiti fal. Hát ez is jól néz ki, meg jó pofa kis kapuaj, de hát ugye így tele graffitizve ezek a történelmi helyszínek azért nem néznek ki jól. Tehát van, ahol van olyan hely, aminek jól áll a graffiti, szerintem ez nem az. Bár ez ugye viszonylag egy elhanyagoltabb kijárata ennek az udvarnak, meg nem is olyan történelmi jellegű, de hát ez azért nem néz ki annyira jól. Tudjátok, hogy én nem vagyok teljesen graffiti ellenes, bizonyos esetekben jól tud kinézni. Na és akkor ugye ez az Érsek utca, majd lehet, hogy egyszer ezen a szakaszán is lesznek csillagok, ugye Egri csillagok utcája, erről már készült videó, és arra vannak az egri csillagok, nézzétek meg azt a videót is. És itt pedig be fogunk menni a harmadik ilyen belső tömbbe. Ez az Erzsébet udvar, vagy Erzsébet tömb belső. Itt a presszó mellett. Na hát itt már nagyon szép nagy fény van. Sajnálom, hogy nem azok a freskós
kapualjak voltak ilyen szépen kivilágítva, de hát nem kívánság műsor, sajnos ez a kevésbé jellegzetes ilyen belső udvar lett olyan szépen kivilágítva, és akkor tulajdonképpen itt ezek között, a belső udvarok között ez a, amelyik nekem a legjobban tetszett, ez a úgynevezett Erzsébet tömbelső. Hát annyira itt nem minden részlete látszik, úgyhogy tényleg meg kell ezt a videót majd egyszer csinálni világosban is, de amúgy nagyon jó pofa, és úgy vannak ugye itt is a modern és a történelmi épületek összehozva, hogy stílusos, stílszerű legyen. És hát itt nézzétek meg, ilyen játszótérszerű dolog is van. És akkor egyébként itt egy jó kis közösségi tér, szeretnek itt a fiatalok bandázni, meg ezért többször jártam itt most a pár nap alatt, úgyhogy nagyon kellemes kis hely, nekem nagyon tetszett, meg most is tetszik. Közben itt segítünk a fényen, és akkor itt van egy emlékkő, ugyanis itt is a térnek, vagyis hát a tömbelsőnek, ennek a névadójáról olvashatunk. Dér Béláné Farkas Erzsébet, ő építész volt itt Egerben, és ő nagyon sokat tett azért, hogy itt a történelmi egri épületek műemlék és műemlék jellegű épületek itt szép állapotban megmaradjanak. Ugye volt 60-as, 70-es években azért volt egy ilyen modernizációs törekvés minden városban, de itt ezt nagyon stílszerűen sikerült megoldani, tehát jól sikerült integrálni. Hát sajnos az a sarok nem látszik, pedig az is nagyon jó pofa ilyen modern épület létére. De ugye ez elég szépen sikerült a modern építészetet a történelmivel integrálni, és ez a tér vagy tömbelső névadójának az érdeme. Ezt egyébként pár éve újították föl, és nézzétek meg, hogy milyen szép lett. Ott a háttérben látszik a Minorita templomnak a tornya, világít rajta az óra, és tényleg nagyon kellemes, szeretik ezt a helyet az egriek, és hát a turisták is, legalábbis a turisták közül én nagyon szeretem. És itt a, ugye a szemben már egyébként a dobótér van, és a dobótér felüli épület, nézzétek meg, hogy az is ez a középkorias, barokkos, talán ilyen belső udvar, ezekkel az árkádokkal és a boltíves erkélyekkel, nekem nagyon bejön. Ezek tulajdonképpen amúgy sétáló övezetek, némelyik ilyen udvar, de itt ezek szerint a lakókat vagy az üzlettulajdonosokat beengedik autóval. És akkor itt pedig egy szép kis kompozíció, egy halászsast ábrázol az áldozatával, a hallal. És egyébként ez egy csobogó, csak hát ugye itt még, amikor én itt járok, akkor még a éjjelente itt fagyok voltak Egerben, úgyhogy itt még ezeket a csobogókat, szökőkutakat sajnos nem kapcsolták be, de amúgy ez egy ilyen kis csobogó, látjátok, hogy itt valahol itt van a kis kifolyója, itt a halnak az ormányánál, és itt folyik ki majd a víz, hogyha egy kicsit jobb és melegebb idő lesz. Hát nézzük meg erről az oldalról is. Igen, 1980-ban állították, és na, azt elfelejtettem megnézni a köztérképen, majd akkor, ha nem felejtem el, berakom a linket. A köztérkép oldalon ott megvan az alkotója, de nagyon keveset lehet tudni erről az alkotásról. Egyébként a térfelújítás, akkor ez is, ezt a kis szobrot is felújították, mert hogy meg volt rongálva, előtte állítólag nagyon rossz állapotban volt ez a kis tér. És akkor menjünk is ki, vetünk egy pillantást a dobótérre, kimegyünk itt a
jó kis kosztümös, filmes, középkoros hangulatban. Ezen a kis kapu aljon. És akkor még megnézzük a negyedik ilyen udvart. Na, itt aztán nem nagyon találja magát a történet. Hát, ha már erre jártunk, ez annyira nem témája a videónak, de azért megmutatom, ugye ez Eger főtere, a Dobótér. Ott van a Polgár Jenő hivatal, a Minorita templom, gyönyörű. És azt hiszem talán rendház is volt itt, vagy a fene tudja. Ott szemben Dobó István szobra, és mögötte az egri vár. Az, hogy mire vár, azt nem tudom, hehehe. Nagyon vicces gyerek vagyok. Na, és akkor megyünk a következő utolsó ilyen tömb belsőhöz. Az innen fog nyílni, és itt mintha egyszer átmentem volna egy nagyon keskeny kis sikátoron, ami nekem nagyon tetszett. Egyébként van egeráj, ilyen óriás kerék, de már így este, vasárnap este már nem üzemel. Ezek szerint. Én megmondom őszintén, nem mentem föl rá. Nem is azért, mert nem sajnálom rá annyira a pénzt, de hideg volt nagyon, és ezek ilyen nyitott kabinok, úgyhogy nem mentem föl. Föl lehetett volna valamelyik délután menni. És nem találom a kis sikátort. Na, nézzétek meg, hogy milyen kis kellemes történelmi belvárosban vagyunk. Lehet, hogy most már ezt bezárták, mert mintha ott a könyvudvar felé mentem volna át. Lehet, hogy már ez az átjáró be van zárva. Hát ez volt. Igen, ez volt a kis sikátor, de ez már itt be van zárva, úgyhogy kár, hogy nem mentünk be oldalt, mert most így meg kell az egészet kerülnünk. Hát itt az Eger feliratot sajnos nem világítják ki, pedig vannak kis lámpák meg ledek benne, pedig jól lehetne vele szelfizni. És akkor itt az óriási kerék, amire most ugye nem is tudunk, de így nem is akarunk felülni. És akkor hát megközelítjük, itt is van ilyen kis sikátoros átjáró, de ez is már be lett sajnos zárva. Pedig az a hátsó udvar az nyitott, tehát az nem olyan, mint a legelső volt, amit bezárnak éjszaka. De hát ezek szerint innen a tér felől az átjárást azt lezárják. Úgyhogy megnézzük innen a másik oldalról. Hát sajnálom, hogy így elszúrtam az időt, de hát volt ugye probléma, ugye egészségügyi probléma és egyebek, úgyhogy így meg az utolsó napra meg már kevés idő maradt, hogy mindent fölvegyek, amit szerettem volna, meg mindent megnézzek, amit szerettem volna, de hát ez jó alkalom lesz arra, hogy visszatérjek, vagy jó ürügy lesz arra, hogy visszatérjek. És akkor itt megyünk be az utolsó. Látjátok, itt már autóközlekedés is van, mert hogy ez az utolsó, ez a belvárosi, és az egyik sarkát Lenkei tömbelsőnek hívják. Itt tulajdonképpen így oldották meg az autós megközelítését a belvárosnak, hogy itt vannak ebben a tömbelsőben parkolók, és ez ugye autókkal is átjárható. És így meg lehet közelíteni tulajdonképpen a belvárost autóval, de mégsem kellett az autókat a történelmi utcákba és a szép műemléképületek közé beengedni.
Ez egy ügyes kis megoldás. Múltkor néztem, hogy cikkeztek róla, hogy bővíteni szeretnék ezt a parkolót. Most megy róla a vita, hogy kell-e, vagy nem kell-e. Hát ugye ezeken a kis sikátorokon sajnos nem tudtunk átjönni. Itt az egyik. És egyébként, és ott ugye a másik. És akkor ez a... Hát azt hiszem ezt a sarkát Lenkei János, aki egyébként honvéd tábornok volt a 19. században, ő róla nevezték el ezt a sarkát. És akkor a többi része az meg belvárosi tömbelső néven gyakorlatilag ilyen kis gyakorlatilag parkolóként funkcionál. Még egyszer ide benézünk, de hát itt sajnos ezek szerint éjszakára megszüntetik az átjárást. Nem tudom, hogy miért nem akar fordulni a gimbal. Hangulatos, szeretem az ilyen kis sikátorokat, az ilyen kis történelmi városokban. Már régen valószínűleg a történelmi időkben az ilyenekben történtek a bűncselekmények és az egyéb dolgok, de így manapság már azért ezek a belvárosok, ezek biztonságosnak mondhatók. És hát akkor így végig sétálok itt az autós részen. Ugye ott kéklik az ég alja, és majd ennek a tömbnek a túloldalán el fogok tőletek búcsúzni. Ugye látszik is, egyébként ez is hangulatos, csak hát meg van tűzdelve ilyen kis autóparkolókkal, tehát ez kevésbé a pihenésnek szól, és inkább a funkcionalitásnak. Hát nem tudjátok, hogy nem vagyok nagy autómániás, meg autóközlekedésnek a nagy híve. Persze, amikor az ember praktikus, akkor használja, ugye nekem is volt autóm, de nyilván úgy gondolom, hogy ez egy okos megoldás, ez a fajta kialakítás, hogy tulajdonképpen autóval is lehet közlekedni, de a belváros, a történelmi belváros pedig ilyen kis kellemes sétáló övezet. Na, úgyhogy itt lesz a vége szerintem. Megmutattam a másik bejáratot, és akkor itt azért ebben a tömbben is van egy kis ilyen pihenős, parkos, pados rész, és itt fogok tőletek elbúcsúzni. De elmegyünk még. Ó, itt is van egy szobor, akkor még nem búcsúzom el. Ez így nem volt meg, hogy ez a szobor is létezik. Pedig jártam itt és emlékszem rá, de elfelejtettem, talán Gárdonyi. Hát nagyon rosszak a fényviszonyok, mintha Gárdonyira emlékeznék. Hát nem tudom elolvasni. Úgyhogy most ezt nem mondom 100%-ra, de mintha úgy emlékeznék, hogy Gárdonyi Géza mellszobra. Na, hát ennyi volt ez a kis videó, nem is olyan kicsi. Remélem tetszett így rossz fénynél is, de majd akkor visszatérünk Egerbe, és meg fogjuk csinálni ezt a videót nappali fénynél. Nagyon köszönöm, hogy megnéztétek, és hát tartsatok velem legközelebb is. Sziasztok! Csüssz!